az ében Valamikor réges régen élt Arábiában egy király, Szabur volt a neve. Volt neki egy leánya, meg egy fia. Történt egy ünnepnapon, hogy egy perzsa bölcs érkezett a király városába. Egy ében faluvat mutatott be a királynak. Pompás nyereg, kantár és kengyelvas volt a lovon. Ez a ló olyan fajta, szólt a perzsa hogy minden nap egyesztendei utat tesz meg lovasával, mivel hogy ez a ló a levegőben repül. Ámult, bámult a király, és ezt mondotta. Ha igazat szóltál, minden kérésedet teljesítem. Erre a perzsa fogta magát, felszállt lován a levegőbe, majd leereszkedett a földre. Szertelen nagy volt a király öröme, és azt ígérte a bölcsnek, hogy teljesíti a kívánságát bármit kér is a perzsa bölcs a király lányát kívánta, és a király nem is utasította vissza kérését. Feleségül ígérte lányát a bölcsnek. A király kisasszony a függöny mögül nézte a perzsát. Rémülten látta, hogy a perzsa legalább százesztendős vénember. A király kisasszony pedig a föld legszebb leánya volt. Sírva szaladt a szobájába, és olyan hangosan jajveszékelt, hogy a bátyja, aki éppen hazatért, meghallotta. Rémülten futott be hugához, és megkérdezte, mi a baja. A király kisasszony elbeszélte, mi vár rá. A királyfi nyomban apjához sietett, s kérve kérte, hogy egy ajándékért ne okozzon halálos bánatot leányának. A perzsa tudós, aki hallotta ezt, rettenetesen megharagudott a királyfira, de nem mutatta ki a király pedig csak ennyit válaszolt a fiának. Ha láttad volna, mit tud az a ló, nem csodálkoznál, hogy húgodat feleségül ígértem ennek az embernek. A király tüstént elővezettette a lovat. A királyfi jó lovas volt, s annyira megtetszett neki az állat, hogy menten nyerekbe pattant. A bölcs odalépett, és a királyfinak a ló jobb oldalán egy csavart mutatott amely arra szolgált, hogy a lovat a levegőbe emelje, és onnan leeresse. A királyfi megnyomta a csavart, és abban a pillanatban a ló csak ugyan felszállott a magasba. A királyfi nem sokára egy palotát pillantott meg gyönyörű rét közepén. Leszállott a palota erkéjére, majd belépett az épületbe. Félrehúzott egy függönyt, és egy szobában találta magát. Az ágyon egy csodaszép alvó leány feküdt. Mihelyt a királyfia közelébe lépett, a leány felébredt és megkérdezte, ki és mi ő. A királyfi megmondta, és azt is elbeszélte, milyen különös módon jutott ide. Egyszer csak egy szolga be a terembe, és gyalászkodó átokkal illette a királyfit. A királyfi azonban kardot rántott, mire a szolga elillant, hogy jelentse a királynak, mi történt. Berohant a király a király kisasszony szobájába, s szörnyű haragjában, kardjával le akarta vágni a királyfit. A királyfi így szólt. Felséges királyom, mondanék valamit. Gyűjtsd egybe valamennyi katonádat, s én egymagam kiállok ellenük. A király elfogadta az ajánlatot. Összegyűjtötte a katonáit, és csatarendbe állította őket. Mindjárt megmérkőzhetünk, mondta a királyfi, csak engedd meg, felséges királyom, hogy az erkéről, ahol megkötöttem, levezessem a lovamat. A következő pillanatban már az ében faparipán ült. Körülfogták a szolgák, de a királyfi gyorsan megforgatta a ló jobb oldalán a csavart, s abban a pillanatban madárként szállott a magas levegőbe. A királyfi visszarepült apja országába, s ott leszállt várt, míg beesteledett. Aztán visszament a király kisasszonyért, és megszöktette. Mikor a királyfi országába értek, a királyfi arra kérte a király kisasszonyt, hogy maradjon a kerti házban, míg a szüleit értesíti megérkezéséről. Igen ám, csak hogy a perzsa bölcs éppen akkor a kertben tartózkodott, és kihallgatta, mit beszél a királyfi és a király kisasszony. Mihelyt a királyfi eltávozott, megkötözte a király kisasszonyt, maga mögé ültette az ében falóra, és elrepült vele Kína felé. Éppen akkor ért vissza a királyfi. Így látta, kirabolta el a leányt, s azon utánuk indult. A perzsa bölcs, amikor megérkeztek Kínába, egy forrás mellett szállt le. A király kisasszonynak pedig ezt mondta. Mostantól én vagyok az urad, ne hitt, hogy valaha még látni fogod a királyfit. De a sors úgy akarta, hogy a kínai császár, aki a közelben vadászott, éppen ebben a szempillantásban érkezett a forráshoz. Feltűnt neki a gyönyörű leány, és megkérdezte a bölcset. Ki ez a leány? A feleségem, válaszolta a bölcs. A király kisasszony felugrott a forrás mellől, és kétségbe esetten kiáltotta. Uram, hazudik! Gonosz varázsló ez az ember! Csellel és árulással rabolt el! A kínai császár azon mód megkötöztette a varázslót, börtönbe záratta, a király kisasszony pedig megkérte, hogy menjen vele a fővárosba. Ott lakást jelölt ki neki, és felszólította, hogy legyen a felesége, és másnap tartsák is meg a lakodalmat. A király azonban hirtelen őrültséget színlelt, toporzékolt, ruháját szaggatta, és a császár szerfelett aggódott és bánkódott, orvosokat és csillagászokat hívatott, hogy a király kisasszonyt meggyógyítsák. Eközben a királyfi országról országra vándorolt, végigkutatott minden várost, így elért Kínába is. Hallotta, hogy itt is, ott is beszélnek egy leányról, aki a királyi palotában lakik, és megháborodott elméjében. A leírások alapján ráismert a kedvesére. Elment tehát a császári palota kapujához, és ezt mondotta az őrnek. Jelensd a császárnak, hogy van itt Perzsiából egy bölcs csillagász, aki hallotta ama szerencsétlen leány történetét, és meg akarja gyógyítani. A császár, mihelyt jelentették neki, nyomban felhívatta a királyfit a palotába, egyenesen a király kisasszony szobájába. Amikor a király kisasszony meglátta, azt sem tudta, hová legyen az örömtől és boldogságtól, de nem árult el a császárnak egyetlen mozdulatával sem, hogy ismeri a királyfit. Felséges császárom, mondotta a királyfi az uralkodónak, csak akkor tudom meggyógyítani a beteget, ha megmutatod nekem, milyen állapotában láttad őt először. A császár erre előhozatta az ében falovat, amit eddig a kincstárában őrzött, a tömlőcből elővezettette a perzsabölcset, persze megkötözve, és mindnyájan kimentek a forráspartjára. Ott felültette a perzsát és a leányt a lóra, majd így szólt a királyfihoz. Így láttam meg a lányt először. Nosza, több sem kellett a királyfinak. Azon nyomban letaszította a lóról a perzsát, aki védekezni nem tudott, lévén, hogy a kezei össze voltak kötözve. Majd felpattant a lóra, s a királylányjal együtt elrepült. Nem sokára megérkeztek Szabur király palotájába. Ott a királyfi bemutatta a szüleinek a leányt, majd elvette feleségül. Nagy lakodalmat csaptak, hét nap és hét éjjel tartottak az ünnepségek. A csodalovat pedig a kincses kamarába helyezték, és ott őrzik az idők végezetéig.